A szlovákiai nagyszombat megyei önkormányzat elnökének emlékérmét vehette át a közelmúltban dr. Máli Judit, neurológus főorvos, aki természetesen a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Üdvözlöm a nézőket. Főorvosasszony, azt mondják, illetve az indoklásban az állt, hogy a kitüntetés a több éves együttműködés és gyógyító munka elismeréseként kapta meg. Avasson be minket ebbe a történetbe. Ugye mi Csopronban egy ilyen kis pici háromszögben vagyunk, ahol Ausztria, Szlovákia, és hát ugye Magyarország érintkezik velünk, messze vagyunk Budapesttől. Így aztán nagyon hamar felfedeztek bennünket a szlovákiai betegek, először a magyar-szlovákok jöttek, de ma már nagyon sok a szlovák betegünk is. És akkor elhatározta a trénavai önkormányzat, nagyszombati önkormányzat, hogy szerződést köt velünk 20 beteg ellátására. Ugye akkor egy picit akkor beszéljünk még arról, hogy a velünk az a neurorehabilitációs központ. Igen. A központ az tulajdonképpen mivel foglalkozik? Ön mivel foglalkozik? Ugye mi központi idegrendszeri megbetegedésbe szenvedő embereknek a rehabilitációjával foglalkozunk. A rehabilitáció az nem előterápia és nem utóterápia, hanem maga a terápia a központi idegrendszeri megbetegedés számára. Ha megbénul valaki, akkor nincs tabletta, ami meggyógyítaná. De ugyanez a helyzet a gyerekeknél, akik szülési sérüléssel következtében megbénulnak, vagy a kognitív, mentális teljesítményünk csökken, figyelmüket nem tudják megtartani. Mi ezen betegek kezelését vállaltuk fel. Még erre visszatérünk, de akkor én most már tudjuk a történetet folytatni. Mi történt azután, hogy sikeresen felvették a kapcsolatot a nagyszombati megyei önkormányzattal? Természetesen kölcsönös látogatások zajlottak, én is meglátogattam őket, és hát bennünk, hozzánk is többen eljöttek. Hoztak magukkal orvosokat is, hogy tényleg autentikus-e a mi tevékenységünk, tehát nagyon körbejárták a témát, mielőtt szerződést kötöttek velünk. De aztán a betegek véleménye szerencsére meggyőzte őket, hogy hát ide érdemes jönni. És igazából a beteg véleményeken alapult ez a megtiszteltetés, hogy az elnök úr megemlékezett rólunk, és ezért mondom, hogy rólunk, mert ez nem az én kitüntetésem, ez a neurorehabilitáció kitüntetése, hisz a munkatársaimnak ugyanolyan része van ebben, mint nekem. Mégis, hogyha számos elismerést kapott már, hogyha ezt valahova be kellene illeszteni, akkor ez az elismerés, ez mit jelent az ön, és hát természetesen a munkatársai számára? Igen. Nagyon nehéz egy szlovák hivatalnoktól, magas tisztségben levő hivatalnoktól egy magyar számára elismerést kapni. Nyilván mindenki gondolja a történelmet, a múltat, de ez most úgy érzem egy nagyon nagy elismerés, hisz legyőzték a személyes ellenérzéseiket, ha voltak egyáltalán a múltból ilyenek, és azt mondták, hogy igen, ez megérdemli, ez jól dolgozott, megdolgozott érte. Ugye számos szakmai elismerést említettem korábban, akkor azt gondolom, hogy ez a kapcsolatban is valami többet jelent, mint egy magas szakmai elismerés. Ez egy más jellegű elismerés. Ez olyan, mint egy szociális, társadalmi elismerés, ami egy más terület. Ez nem tudományos elismerés, nem tudományos díj, hanem ugye ebben bent van az emberiség, emberiességünk, a szeretetünk, ahogy fogadjuk a betegeket és hozzátartozóikat. Megtanultunk lassan szlovákul. Ugye önt a Parkinson-kór, agyvérzés, gerincverő sérülés szakértőjének is nevezik, és hát azt gondolom, hogy leginkább az úgynevezett RTMS kezelés az, amit talán mindenki tud, hogy az ön nevéhez kötődik.
hol áll most ez a típusú kezelés, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon régen, még a kezdetekkor is beszélgettünk és készítettünk erről híradást, de hát azért azóta lassan 15 év eltelt. Igen, nagyon jól emlékszik, 20 éve végzem ezt a kezelést egyébként, tehát pont ebbe az évbe a 20. éve, hogy megkaptam a Kutatásetikai Bizottság engedélyét erre a kezelésre. Ma 2014-ben, tehát 2 évvel ezelőtt megjelent az, úgy hívják, hogy evidence-based. Ez azt jelenti, hogy kutatási eredményeken alapuló kezelés, ez a legmagasabb elismerés, tehát ahhoz, hogy mindenki a bármelyik közkórházba folytassák ezt a kezelést, ehhez ez kell, hogy azokat a paramétereket, amik ebbe le vannak írva, be tudják tartani. És A-szintű evidenciát kapott, ami a legmagasabb, és az Egyesült Államokban hivatalos kezelésként ismerték el, depresszióba, szorongásba, ez a legelterjedtebb. És ha arra gondolunk, hogy 2030-ra a depresszió lesz a leggyakoribb betegség, akkor ez bizony nagyon fontos, hisz a gyógyszerek nem tudnak mindent megoldani. Nem vagyok szakértő, de ha jól emlékszem, akkor valahol ez az agy elektromos stimulálásáról szól ez a kezelés, de egy kicsit kérem, hogy azért ön adjon erről tájékoztatást. Igen. Ma már kétfajta kezelést alkalmazunk, mind a kettő elismert a világban. A TMS az a változó elektromágneses téren alapszik, és egy áramot indukál az agyban, végigfut az akciós potenciál. Ez a legfiziológiásabb ingerlése a központi idegrendszernek, az agynak és a gerincvelőnek. A másik kezelés a transcranial direct current stimulation, ez pedig két elektróda, ami között áram folyik, és 1 milliamper áram folyik át az agyon 20 percen át. Számtalan közlemény bizonyította már a hatását. Mi a kettőt együtt alkalmazzuk, mert a Parkinson-korban, egy ilyen degeneratív, lassan romló betegségben a betegség előre haladását lassítja, lelassítja, és ezt egyetlen egy gyógyszer sem tudja. Jó tüneti kezelés a gyógyszer, kell adni gyógyszert, de nem lassítja le a romlást. Az ugye említette, hogy ma már klinikai, illetve kórházi alkalmazása is engedett, sőt elismert. Ez a munkájának, hogyha az elismerésekről beszéltünk, azt gondolom, hogy az egyik legmagasabb szintű elismerése, hiszen kezdetekkor azért nagyon sokan csodálkozva néztek önre. Igen, mondjuk ki, hogy kuruzslónak tartottak, tehát én nem szégyellem ma már bevallani ezt a szót itt, hisz a betegek jöttek hozzám, hogy a kollega így küldte őket hozzám. Na, vagy nem küldte. Igen, ez hosszú út vezetett ehhez. Számos 12 000 közlemény jelent már meg erről a témáról, ha a PubMed-et kinyitja az ember, és a legjobb folyóiratokban Nature például. De ugye boldog vagyok, hogy elmondhatom, hogy a Parkinsonban az első közleményt a világon, azt én publikáltam. Nagyon büszke vagyok rá. Vagy én publikáltam azt, hogy a betegség előrehaladása lassul. Tehát ezek ugye olyan szakmai sikerek, ami megmutatkozik mondjuk egy citációs indexbe, ami hát az egekbe emelkedett ettől. Egy kisvárosban, egy doktor magába. Nem sokat ér. De ugye, hogyha van benne elég kitartás, akkor talán tud egy-két dolgot letenni az asztalra. Igen, hogy említő, hogy egy kisvárosban, én több cikket olvastam önnel készült interjúkat, és szinte mindig rákérdeznek, hogy miért Sopronban, miért nem Budapesten? Igen, ez lenne a természetes egyébként. Én úgy gondolom, hogy a kutató egy kicsit születik. Tehát kell egy olyan személyiségnek lenni, ami kitartó, szeretné megismerni az újat, és konzekvensen jár utána, megy utána, hogy ezt hogy tudná felfedezni.
És én úgy gondolom, én egy ilyen személyiség vagyok. Mi az, amit említett, hogy szeretne megismerni az újat? Van-e most ön előtt olyan megismerendő új, tehát feladat, ami azt mondja, hogy igen, ez most ezen az úton kell tovább járnom? Igen, nagyon sok adat gyűlt összem, és hát ezeket publikálni kellene, egyre inkább ugye ez a feladatom, illetve a doktori tanács elfogadta, hogy PhD hallgatóm is legyen, és akkor már könnyebb lesz feladatokat teljesíteni. Kutatás területén új irányban, vagy folytatja ezt, és továbbfejleszti? Nyilván egy téma kapcsán nagyon sok a megválaszolatlan kérdés. Magyarországon például most hallanak először szinte a TMS-ről, és a pszichiáterek most érdeklődnek az iránt, hogy hát akkor most mit is csináljanak, és hát valóban velük együtt adtam be ezt a doktori tanácshoz ezt a témát, PhD témát. De talán a kiterjesztése más betegségek irányába, a gyerekekkel kapcsolatos segítés. Ugye ez az, ami befolyásolja a memóriát, befolyásolja a gondolkodást, a beszédet el tudjuk indítani vele. Tehát olyan lehetőségek vannak még, amik távolról sincsenek felfedezve. Főorvos asszony, engedj meg, hogy én még egyszer gratuláljak, és nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, önöknek megköszönöm a mai figyelmüket, búcsúzom, a viszontlátásra.